Pető Attilát, aki abban segít nekünk, visszaadom a kártyát, hogy milyen érzés lehet szélvihar-ba kereket cserélni. Borzasztó, de nem én fogom. Én csinálom, nagyon szívesen. Én is. Jó, akkor hát én is értek hozzá, most be kell bizonyítanunk, hogy tudunk kereket cserélni? Be van húzva a kézifét? Az a legfontosabb. Ez egy nagyon fontos. Az nagyon fontos. Én ráadásul még egyesbe is szoktam tenni a biztonság kedvéért. De csak akkor, okay, ha hátsó kereket cserélsz. Kiveszük ugye hátulról. Mi azt is mutassuk meg. Komi, komenzi. Gyerünk, az is nagyon jól hagy. Elő van készítve. Itt van a kerékkulcs, itt van a... A legfontosabb kerék, a hölgyek pedig tudják. Igen, én nem szoktam kesztyűt húzni. Gyere, vedd föl, mert megfázol. Hát piszkos lesz a kezdet. Majd én fogom. Már piszkos is. Majd én fogom a fejedet. Jó, oké. Okay. Cseré. Itt kell először csinálni. Ja. Először csak meg kell lazítani a csavarokat. Nagyon helyes, ötös. Hogyha nem sikerül, akkor rugjál rá. Vigyázz, vigyázz, rárugok. De várjál, honnan? A kezedre. Arra húzni kell. Arra húzni kell, Bandi. Ez az. Gyerünk. Megvan? Már nincs, nem kerülünk be a Schumacher csapatba, hogyha ezt nem csinálod meg. De lehet, hogy motorossal kellett volna akkor. Egyébként ilyenkor rá lehet tenni egy kisebb fajta csövet, ami ugye az erőkart. Igen, a lábunk is megkezdik. A lábunk is megkezdik. Ez az igazság, nekem édesapám buszsofőr volt, és akkor még nem voltak ilyen spéci. Apám, az borzalmas lehet. Ajjaj, néha elvitt a munkájába és kerepet sem. Lehet tekerni. Hopp! Nem, úgy érjük, emeld. Emelem, nagyon gyorsan föltekerem. Tehát magamtól elfele tekerem, nagyon fontos lányok, hogy nem visszafele, hanem el magamtól el, és mindig erre kell állni. Igen, emeld. Figyeld. Jó lesz. És most ki lehet lazítani a... Csak ez már kézzel is megy. Még emelnek kell szerintem, mert azért nagyon fontos azt is elmondani hölgyeknek, hogy emeljék meg, mert ha leeresztett kerék... Ne neves már! Ha leeresztett kerék, az ugye jó elég. Kisebb, ugye? Az ugye kisebb, mint amit majd föl fogunk tenni, ami fel van fújva. Nagy. És az elég kellemetlen, amikor az ember már ott veszi észre, hogy még emelgetni kell. Eddig csillagos ötös, most valami hibát kéne találnom. Á, nem lesz, nem lesz, nem hiába van jogosítványunk. Tényleg neked van még pont? Vagy, ja nem, azt nem kell így cserére adjál. Rúgjál bele, belén. Megvan, ez rá van betemedre. Rá, most befele rúgod. Nem. Na, apám, ezt egy nő, ha leveszi. Akkor annak becsókolok. Már a nyakába! Ide-oda! Hát szép lesz, szerintem ez egyik észátverést látunk most. Mindjárt lerúgjuk az emelőről. Nem kéne szólni a Mari Zsuzsi anyukájának, hogy hozzon tényleg egy kis vajat. Vagy valami nő! Vagy valami nőt! Hát jöjjön már valaki! Várj, és nagy zavarunkba! Az úgy nem jó? Nem jó, spajszer. Hát akkor ez így játunk, mit csinálunk? És hol a csavar? Elrúgtuk a csavar. Aj! Ez nagyon fáj! Ez nagyon fáj! De várjál! A nagy marulás becsavart, elrúgtunk. Nem, megvan. Ez a fontos, hogy nem szabad... Rárohat! Nem szabad rejtőt cserélni. Nem az a baj, hanem az előbb cseréltem vissza. Hajaj! Akkor ez nem lesz! Frissen lett át. Egyébként ilyenkor még van egy megoldás, hogy belesprézünk olyan szilárdító anyagot a kerékbe, ami kitart addig, amíg a gumishoz elvisszük. Na hát így van, ez a kerékcsere lényege. Ilyenkor hívjuk telefonon segítséget. Vagy ezt így ide tesszük, visszaengedjük, és akkor te így jössz mellett a kocsi mellett és gurívja. Jó, megvan mind a négy. Nagyon jó. Nagyon jó. Viszontlátásra, a legfontosabb, hogy utána pakoljunk el mindent, köszönjük szépen. Vagy ott hagyhatjuk és a férünk majd vásárol újszerte. Na gyere, menjünk. Menjünk be, nagyon... Ilyenkor a férfiak, ha dohányoznak, elszívnak egy szál cigit. Igen, de ne dohányoznak. Ne dohányoznak, mert egészségtelen. Menjünk. Tisztát, köszönjük.